Keresztes László Lórán frakcióvezető úr, LMP. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát semmiképpen se szeretném megismételni azt, ami az általános vitában elhangzott, hogy igen, részletesen tárgyaltuk egy késői órán ezt a javaslatot. Ugyanakkor itt a levegőben maradt egy kérdés, én megígértem államtitkár úrnak, hogyha azt nem tudjuk akkor azon a bizonyos napon, 20-án, ha jól emlékszem, megbeszélni, akkor erre vissza fogok térni. Kormánynak van egy 1537/2019-es számú határozata, ami többek között ugye azzal foglalkozik, hogy az innovációért és technológiáért is felelős miniszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárcanélküli miniszter bevonásával készítse a javaslatot a kormány részére a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozásának modelljére. Ugye ez a javaslat ez arról szól, hogy alapvetően a helyi iparüzési adóból kell az érintett településeknek, városoknak, önkormányzatoknak a közösségi közlekedést finanszírozni. Ez a feladat pedig, amit az innovációs miniszter kapott 2020. március 31-i határidővel, ez pedig arról szól, hogy a közösségi közlekedés állami finanszírozására, legalábbis részbeni állami finanszírozására a modelljét kell kidolgozni. Ez egy igen súlyos ellentmondás. Én azt hiszem, azt mindannyian tudjuk, hogy egy rendkívül fontos, az egyik legfontosabb közszolgáltatásról van szó, aminek a finanszírozása az nem elvárható egyetlen várostól sem, tehát se a fővárostól, se a nagyvidéki városoktól. Egyszerűen ezek a települések, ezek az önkormányzatok nem rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amihez rendkívül fontos feladathoz szükséges. Ez a kormány határozat, ez ugyanakkor némi aggodalomra is adott okot, ezt ugye tisztáztuk több levélváltásban miniszter úrral, hogy nem kívánja államosítani az önkormányzati közlekedési célokat a kormány, ugyanakkor arra lehetett következtetni, hogy a finanszírozásban viszont részt kíván vállalni. Ezt az ellentmondást kérem, hogy oldja föl államtitkár úr. Köszönöm szépen.